Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. Mind a futballszerető, mind a szurkolók, illetve az olyan emberek, akik szeretik ezt a sportágot, és most nem itt nem edzőkre és nem szakmabeli emberekre gondolok, hanem tényleg a szurkolókra és a futballszerető emberekre gondolok. Nem csak most, de ugye most jött ki megint. Évek óta, 10 évek, 20 évek óta folyamatosan át vannak verve, és ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy mi elsősorban, mint egymás közt, olyan terveket szövünk meg egymás közt, illetve határozunk el egyes selejtező tornák előtt, amik nem reálisak. A másik oka, hogy ezt ki is mondjuk nyíltan, és természetesen rajtatok keresztül, a médián keresztül, ez eljut minden olyan futballszerető ember számára, aki évről évre csodát vár. Számomra ledöbbentő az, hogy minden egyes szakértő és minden egyes edző ilyenkor egymás hátába beledőfe a kést, mutogat a másikra, és a másikban keresi a hibát. Illetve évek óta ez megy, hogy mindenki megmondja, hogy hol a hiba a másik háta mögött. Ha jön egy ilyen kudarc, akkor mindenki felszólal, mindenki elmarja mondani a véleményét, de én még egy olyan emberrel nem találkoztam, aki kiállna a kamerák elé, és őszintén elmondaná azt, hogy kérlek szépen mondjatok nekünk egy top olyan játékost, vagy kettőt, de elég egy is, aki évek óta top csapatokban, és most a top csapatokat arra értem, hogy angol, olasz, spanyol vagy német bajnokságokban, bajnokok ligájában hétről hétre teljesít, de nyugodtan válaszolhatok közben. Mondjatok nekem légy szíves, egyetlen egy olyan top tehetséget, akit az elmúlt 10 vagy 20 évben ez a magyar labdarúgás kinevelt, mondjatok nekem egyetlen egy olyan top csapatot, aki az elmúlt 10 vagy 20 évben, vagy egy bajnokok ligájába, vagy egy Európa ligába, vagy beszéljünk arra, hogy folyamatosan ott lenne. És akkor most a legfontosabb, hogy mondjatok nekem egyetlen egy olyan top edzőt az elmúlt 20 évben, aki valamit is letett a top ligákban, Európában. Amelyik tanulni akar, és tehetséget akar kinevelni, annak kutya kötelessége az, hogy megnézze, hogy a top ligákban, top csapatoknál hogy működik ez. És nem pedig azt mondja, hogy nem, ezt mi is tudjuk, mert úgyis ugyanezt csinálják, ott se futnak, ott is labdával csinálják. Ja. Csak akkor nézzük meg, hogy hány darab tehetségünk van, hány darab, ebből kell élnünk, ebből fog a magyar válogatott élni, hogy hány darab tehetséget tudunk kinevelni. Nem itt fogunk megtanulni focizni, nem 25-26-27 évesen fogunk megtanulni focizni, akik ide jönnek. Van minden meccsöt 5 napunk. Nem abból leszünk, nem abból lesz a válogatott világverő, meg nem abból fogunk kijutni a világbajnokságra, az Európa-bajnokságra, hanem abból, hogy hány darab olyan hozzáértő, szakértő emberünk van, aki nem egymásra mutogat az újságokban, meg a műsorokban, hanem hány olyan elszánt szakértő és fejlődni akaró ember van, aki azt mondja, igen, leteszem az arcomat, meg leteszem mindenemet, és arra kötelezem el magamat, hogy igazából szívből tehetségeket csináljak a magyar focinak, és annak kutya kötelessége ahhoz, hogy megtanulja azt, hogy a mai profi fociban mik az elvárások, hogy lehet, hogy épül fel egy szerkezet, egy csapatszerkezet, egy mentális, egy fizikális. Mondani nagyon sok mindent lehet, de ez a valóság, ez a magyarul valóság, hogy mit tettünk le az asztalra. A magyar válogatottnak is szüksége van egy olyan szövetségi kapitányra, és most úgy érzem, hogy jelen pillanatban beszéltek erről, nem a Csábi Józsit természetesen tisztelve, de ő is tudja, hogy jelen pillanatban ő lett megbízva ezzel, de a magyar válogatottnak olyan edzőre van szüksége, aki kőkeményen veri a fejünket, és olyan szakmai tudással rendelkezik, mint én, amit átéltem, mint Mainzban, ott, ahol ugyancsak nem volt az megadva, hogy óriás költségvetéssel játékosokat vegyünk, top játékosokat vegyünk, de megvolt egy közepes szintű játékosokból álló, vagy még annál lejjebb is álló csapat, ahol viszont a fejünkbe volt verve egy olyan szakmai tudással rendelkező edzőtől a taktika az, hogy a labda ellen a labdával, mentálisan, hogy reggeltől este ezt kaptuk a fejünkbe, és így voltunk képesek fejlődni fokozatosan, és így lett a Mainz is egy középszintű csapat. Mi azt nem csinálhatjuk itt meg, hogy a válogatottnál van egy edző, aki elmondja nagyjából, hogy mit szeretnénk játszani, és 40%-ot vagy 50%-ot a kezünkbe ad, hogy fiúk, oldjátok meg, mert ugye ez a válogatott, ti profi játékosok vagytok. Nem, ez nem így van. Itt
amikor egy magyar válogatott sajnos nem tart, nincs olyan kerettel, amit elmondtam, nincs olyan top játékosokkal, itt egy olyan szakmai tudással rendelkező edzőre van szükség, aki reggeltől estig a fejünkbe veri kőkeményen a profi focinak az elvárásait. És akkor lehet keresgélni, hogy itthon hol van olyan edző, aki valamit is Európában lerakott az asztalra. Mert akkor ne várják el tőlünk, senki ne várja el tőlünk, hogy majd mi az NB1-ből, meg az alacsonyabb szintű osztályokból itt olyat fogunk csinálni, hogy felvesszük a versenyt a hollandokkal, a törökökkel, meg a románokkal, mert ez nem reális. Ezt nem lehet tőlünk elvárni. Úgy el lehet igen várni, hogy kimondjuk minden selejtező sorozat elején ez a keret, sajnos ezekkel a játékosokkal rendelkezünk, mert nem úgy lettünk kinevelve, nem olyan volt az utánpótlás nevelés, viszont itt van egy ilyen edzőnk, aki ezt a csapatot olyan szinten össze fogja rakni, hogy talán versenyben tudunk lenni egyes csapatokkal, egy olyan taktikai fegyelmezettséggel, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ez félre ne legyek értve, én ezt most nem azért mondom, meg nem azért teszem, mert most kaptunk egy 8-at, meg kaptunk egy 3-at, meg ismét nem sikerült, mert ezt ugyanúgy elmondtam az elnök úrnak, ugyanúgy lejöttünk egymással szemben az elnök úrnak, és ugyanúgy elmondtam ezt a véleményemet. Évek óta járok haza a válogatottba, évek óta ez benne van a fejemben, és évek óta valamilyen szinten ez nyüglődés számomra, hogyha elolvasok egy-két kommentet, meg egy-két riportot a mérkőzés után, hogy azt olvasom, hogy hát nem volt szerencsénk, meg elkerülhető gólok, meg stb. Ne üljük már egymást komolyan, mert ez nagyon kemény, hogy elkerülhető gólok, meg sokkal sérültünk, meg a beszélgetésünk után mindenképpen azt tudom mondani, hogy Csányi Sándorral pozitív visszajelzésű volt, és akkor is, ha csak jelen pillanatban ugye 3 éve van az MLS vezetőségének élén, nagyon nehéz ezt elvárni, hogy 3 év alatt 3, 4, 5, 6 olyan játékosunk legyen hirtelen, ami megváltja a magyar válogatottat, ehhez mindenképpen több idő kell, viszont ez megint ne az legyen, hogy kimondjuk, hogy több idő kell, és akkor ezzel besöpörtünk mindent a szőnyeg alá, hanem abban a több időben tényleg olyan intézkedésekre van szükség, amivel tehetséges gyerekek, hozzáértő szakértők kinevelése minél gyorsabban menjen.